Jézusról énekeltek a gyerekek a Kossuth téren. Az idén 10 éves Árszakra fesztivál keretében ugyanis szerda délután mutatták be a hajléktalan Jézus szobrot. Az alkotás az elesett, kirekesztett emberekre hívja fel a figyelmet. Erről beszélt Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke is. Nehéz ez a szobor, a látványa is, hiszen azt kérdezteti velünk, hogy mi közünk hozzád. Aztán megijedünk, amikor látjuk a sebb helyet a lábon, akkor egy kicsit közelebb lépünk, aztán újra távolabb. A Kossuth téren Varga László megyés püspök úgy fogalmazott, a szobor küldetése, hogy provokálja az embereket, a járókelőket. Provokálja a szeretetünket, megszólít bennünket, hogy egyáltalán felismerjük a szenvedőkben, a betegekben, a hajléktalanokban azt, aki azt mondta, hogy amit egynek a legkisebbek közül tettetek, legyen az éhező, szomjazó, börtönben lévő, kórházban lévő, vagy hontalan, azt velem tettétek, vagy a botrány, hogy nem tettétek. A Nagy Boldogasszony Székesegyház mellett felállított szobrot Timothy Schmalz készítette. A művész egy padon fekve ábrázolja Jézust, ahogy naponta látjuk a fedél nélküli embereket a városainkban. A testet takaró borítja, a meztelen lábakon a keresztre feszítés szöge ütötte sebek.